rengeteg inkubátor program van, EU-s állami pénzek elérhetővé váltak, akár közvetlenül, akár közvetítőkön keresztül, és az egésznek a köztudatban az ismertsége és a kultúrája az sokat fejlődött. Nyilván vannak hibák, amiket elkövettünk, és nem voltak végzetesek, mert itt vagyunk most is, de hát ezek a mi hibáink, és ebből tanultunk, sokkal jobban tanultunk belőlük, mintha valaki elmesélte volna nekünk, hogy mit lehet jól, rosszul, stb. Szerintem igazából nem bánunk semmit. Tehát tanultunk ezekből a dolgokból. Persze másodjára sokkal könnyebb lenne még egyszer ugyanezt produkálni, de a hibák önmagában jók. Persze, hogyha tanul belőlük az ember. Vannak olyan ötletek, amik nemzetközi szinten is abszolút megállják helyüket. Sőt, sok esetben egyből úgy alakították ki őket, hogy nemzetközi piacot célozzanak meg. Vannak magyar piacot megcélző ötletek is, amik nagyon sokszor valamilyen nemzetközi ötletnek a magyar piacra való alkalmazása. Szerintem mind a kettőnek van létjogosultsága. Nyilván a piac méretet nem lehet összehasonlítani, de mind a kettőben látni jókat. Nagyon sokat javult, fejlődött ez a felhozatal az elmúlt 3-4-5 évben is. Egyre jobbak a prezentációk, egyre felkészültebbek a csapatok, egyre több ilyen gyorsító, accelerator program van. Én azt gondolom, hogy a Jeremy alapoknak a megléte, azoknak a VC alapoknak a megléte, és az a lehetőség, hogy van hova menni, ez egyzi ezeket a vállalkozókat, mert sokszor elmondják az ötleteiket, még hogyha nem is érettek egy befektetésre. És ösztönzőleg hat az is, hogy látnak olyan példákat, akik már csináltak valamit, akik adott esetben exitáltak, vagy egy széles körben ismert cégük van. Gondolok itt a Prezire, meg a Ustream-re, meg a Logmein-re. Tehát én nagyon bizakodó vagyok, hogy ez jó irányba halad. Amikor mi az első helyre elmentünk, ők se hallottak még erről, hogy mi ez a startup, és azt mondták, hogy srácok, itt van fél év működés, kérjük a cég felét. És a startup világban ilyenkor mondjuk nem tudom, 5%-ot illik kérni, vagy 3-at. Tehát annyira nem voltak képbe, hogy a saját pénzüket fogják elveszteni, mert elfogy a hely, nem tudnak behozni majd befektetőt, és vége a történetnek, és akkor az egész oda veszik. Tehát nehéz volt, nekünk kellett így megnézni az interneten, és megmutatni, hogy ezt nem így szokták, és ezek az érvek, meg ilyesmi. Tehát én azt hiszem, hogy most sokkal gyorsabb, ügyesebb pénz van az elején a startupok számára. Angyalként benne vagyok több ilyen vállalkozáskában is, és az egyiknek volt egy ilyen VC-s telefonja, ami nagyon nehezen akart összejönni. A dolognak az volt a lényege, hogy végül is én nem voltam ott a telefonbeszélgetésen, hanem utána beszéltem 10 percet velük. És miután megvolt a pitch telefonon keresztül, sorra kerültem én egy 10 perces beszélgetésre, a telefonbeszélgetésre a VC-kkel, mert tudom, 4-kor rohannom kellett valahova, és kérdezték, hogy figyelj, akkor sok mindent hallottunk tulajdonképpen, mi ez a dolog? És hát kitaláltam egy 30 másodperces összefoglalót, hogy szerintem mit csinál ez a termék, ez a találmány, és elképzeltem, ahogy villanykörtén gyulladnak ki a fejük fölött, mert azt mondták, hogy jó, de hát ezt így értjük meg, ez nyilvánvaló, de miért nem ezt mondták fél órán keresztül? Tehát tudod, nyilván az ember büszke a saját ötleteire, találmányaira, projektjeire, és hajlamos ilyenkor túl sokat elmondani. Nem gondolkodik azon, hogy hogyan lehet ezt két mondatban összefoglalni valakinek, aki a lényeget. Mert nagyon fontos, nyilván nem fogod két mondatban összefoglalni olyan sokszor, de hogyha a köré tudsz építeni egy konkrétabb leírást, az sokat segít. Nem Ádámtól Évától kell elindulni. Talán a legfontosabb benne, hogy kíretlen tanácsot ne nagyon fogadjanak el senkit. Nem, igazság szerint az egyik legnagyobb probléma, amit én látok a rügyező cégek környékén, hogy nagyon nehezen tudnak beszélni arról, hogy mi az, amit ők
ők csinálnak, szeretnének csinálni, vagy már konkrétan csinálnak is. És ez egy borzalmasan fontos dolog, nem csak akkor, hogyha az ember egy lehetséges befektetővel vagy ügyféllel tárgyal erről, hanem ha meg akarsz nyerni egy csapatot magadnak, össze akarsz rakni egy igazán ütőképes csapatot, ahol a felek igazán kiegészítik egymást, őket csak úgy tudod megnyerni, hogyha csábító leírással mész oda hozzájuk a projekttel kapcsolatban. És van ellenpélda, de szerintem a magyarországi cégek, kis induló cégek 90%-ánál nagyon nagyon rögös ez az út. Nem tudják egyszerűen jól megfogalmazni, hogy mi az, amit éppen szeretnének megoldani, megvalósítani. Nagy öregek nem vagyunk, mi startupok vagyunk, tehát világviszonylatban ezek pici fiatal cégek, azt szerintem tényleg fontos, hogy ne nálunk sokkal nagyobb és sokkal öregebb cégek vannak még Magyarországon is. De valóban, mint startupok, nekünk jól megy, és ezért tudunk segíteni, tanácsot adni. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos nyitottnak lenni, hogy olyan embereket tudjunk bevonzani, vagy társalapítónak, vagy munkatársnak, akik igazán jók abban, amihez értenek, és teret adni nekik, szabadságot, hogy azt csinálhassák. Tehát az önző alapító az nem lesz nagyon sikeres. Mindenhol angolul van. Úgyhogy az szintén nagyon fontos, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, hiszen nagyon könnyű manapság angolul megtanulni, az internet segítségével a legtöbb szórakoztatott tartalmat úgy fogyasztjuk. És hogy angolul csináljuk a termékeinket, akkor az egész világ ott van, aki meg tudja vásárolni. Ez egy hatalmas különbség ahhoz képest, mint hogyha egy nagyon pici piacon kell elkezdenünk nőni. Nagyon sokat segít. És talán az utolsó, ami nem tudom, hogy meglepő, de nagyon keményen kell dolgozni. Tehát ez nem egy, most nagyon jól néz ki, hogy mi a színpadon beszélgetünk, meg kávézgatunk, mosolygunk, de rengeteget kell dolgozni éjszaka is, hétvégén is, mert hogyha az ember a világpiacon versenyez, akkor azokkal versenyez, akiknek nagy álmaik vannak, és meg akarják őket valósítani. 10 éve írtam az első prototípusát a Prezinek, és kb. Azért tanultam meg egy nagyon picit programozni, mert vágytam egy ilyen Prezi-szerű dologra. Tehát nem nyafogtam, hogy jaj, kell egy befektet, hanem így, nem, ez egy 30 soros kód volt, tehát ez nem volt. De hogy így, akkor ültem egy pár héten át éjszaka a gép előtt, és meg tudtam magamnak csinálni, hogy így, egy nagyon hasonló, amikor csatlakozott Árvai Péter a CEO-nk a céghez, akkor így nagyon agyaltunk, hogy hú, mennyibe kerül a Prezi, mennyire adjuk el, így néztem formulákat, meg nem tudom. És leült és elkezdett Skype-on random európai cégeket felhívni, és megpróbálta nekik eladni össze-vissza áron, hogy így érezze, hogy mit mondanak, mire mondanak. És ugye ez is az, hogy nem, tehát hogy így nagyon fontos, hogy bekoszold a kezed és próbálkozz el, és ami a legfontosabb, azt csináld, és sosincsenek kifogások, mert akkor nem lesz belőle startup. Talán ez egy ilyen, és aztán ez tanács a befektetőknek is, hogyha valaki jön egy nagy tervvel, de még semmi sincs belőle, akkor nekem az mindig egy kicsit gyanús, hogy ezek nem azok az emberek, akik képesek lesznek tűzön, vízen keresztül akármilyen helyzetből összerakni a céljaikat, mert egy startup életében ez az elején tényleg arról szól, nagyon kevés a forrás, és mégis meg kell oldani valahogy másképp okosnak kell lenni, ügyesnek. Ne csak álmok legyenek, ne csak papír legyen egy prototípus, legyen egy működő, kipróbálható termék. Még ez nem feltétlenül kell piacon legyen, nem feltétlenül kell ügyfelek legyenek, de legyen már valamilyen teszt ügyfél, adott esetben ügyfél beszélgetések már jó, hogyha lefolytak, tehát van valami piaci feedback. Én személy szerint a globális piacra dolgozó ötleteket szeretem, tehát ami először a magyar piac, és utána a régió, és utána majd a világ többi része, az nem annyira, hanem inkább az, hogy legyen egy magyar fejlesztés, egy magyar ötlet, és célozzunk meg nagy piacokat, legyen az Amerika, vagy az EU. Kell szerencse is, és nálunk is szerepet játszott. Azt tudom mondani, hogy hosszú távon, ha nincsen szerencse, akkor valószínűleg kevés lesz az egyéb adottság. Viszont csak a szerencsére támaszkodni sem lehet, mert vannak olyan cégek, amiknek egyszer vagy kétszer szerencséjük van, de hogyha egyébként nem biztosítanak minden mást, akkor az nem lesz elég. Idővel az ötlet szerepe az csökken. Tehát nem lehet végig megélni abból, hogy volt egy ötlet. Az a megvalósítás során változik. Van, amit nem lehet megoldani, kibővül az egésznek a tartalma, úgyhogy az ötlet az elején fontos, később már talán kevésbé,
a csapat nagyon fontos, amit összeraknak, és ami képes arra, hogy végrehajtsa az egészet, és tényleg a napi munkában a kreativitás, az innováció, a kitartás nagyon fontos. Tehát ez egy elég nehéz szakma tud lenni, és a szerencse mellett talán a kitartás az, ami a legfontosabb hosszú távon.